Az őszülés akkor történik, amikor a hajhagymák elveszítik a melanint, a haj színét adó pigmentet. Ha a haj fiatalabb korban kezd fehérré válni, azt genetikai okok vagy valamilyen alapbetegség okozhatja. Normális az őszhaj, és mi van akkor, ha valaki fiatalabb korában őszül meg? A következő videóban ezekre a kérdésekre is választ kapsz, de mielőtt belevágnánk, Iratkozz fel a csatornánkra, így hasonló érdekes videókat láthatsz heti rendszerességgel. Nos, nem ritka, hogy a hajad változik ahogy öregszel. Fiatalabb korodban talán dús, barna, fekete, vörös vagy szőke hajad volt. Most azonban, hogy idősebb vagy, észreveheted, hogy a haj a fejed bizonyos területein elvékonyodik, vagy az eredeti színéről szürkére, vagy összes fehérre változik. Az emberi testben szörtűzők vannak. Ezek olyan kis zsákok, amelyek a bőrsejteket bélelik. A szörtűzőkben melanin néven ismert pigmentsejtek vannak. Ezek a sejtek adják a haj színét. Idővel azonban a szörtűzők elveszíthetik a pigmentet, ami a szálak elfehéredéséhez vezet. Mi okozza az őszhaj szálakat fiatal korban? Az őszhaj jobban észrevehető a sötétebb hajszínnel rendelkező embereknél. Bár az őszülés az öregedésre jellemző, a szintelen hajszálak bármely életkorban megjelenhetnek, akár még középiskolás vagy főiskolás korban is, ha esetleg a 20-éveitben jársz. Előfordulhat, hogy egy vagy több fehér hajszálat is találsz. Ugyan lehetnek módszerek a pigmentáció helyreállítására, de ez attól az októl függ, amely annak hiányát váltja ki. A korai őszhajszálak megjelenésének gyakori okai pedig a következők lehetnek. Az első a genetika. Az alkatod nagy szerepet játszik abban, hogy mikor alakul ki nálad az őszülés. Ha már fiatal korban észreveszed, hogy őszül a hajad, akkor valószínű, hogy a szüleid vagy a nagyszüleid is korán őszültek. A genetikát nem lehet megváltoztatni. De ha nem tetszik, ahogy az őszhajat kinéz, bármikor befestheted. A második kiváltó ok a stressz. Mindenki foglalkozik időről időre a stresszel. A krónikus stressz következményei közé tartozhat az alvázzavar, a szorongás, az étvágytalanság vagy a magas vérnyomás. Viszont mindemellett a stressz a hajra is hatással lehet. Ha tehát azt vetted észre, hogy megnőtt az őszhajszálak mennyisége, akkor lehet, hogy a stressz a bűnös. Ez azt az elméletet is megmagyarázhatja, hogy miért tűnik úgy, hogy néhány világvezető gyorsabban öregszik vagy őszül, amíg hivatalban van. A harmadik okozati tényező az autoimmun betegség. Egy autoimmun betegség is okozhat korai őszhajszálakat. Ilyenkor a szervezet immunrendszere a saját sejtjeit támadja meg. A foltos hajhullás és a pigment hiány esetében az immunrendszer megtámadhatja a hajat, és pigmentvesztést okozhat. A negyedik tényező a pajzsmirigy zavar. A pajzsmirigy problémák Például a pajzsmirigy túlműködés vagy alulműködés okozta hormonális változások szintén felelősek lehetnek a korai ősz hajszálakért. A pajzsmirigy egy olyan pillangó alakú mirigy, amely a nyaki részen található. Segít számos testi funkció például az anyagcsere szabályozásában, azonban a pajzsmirigy egészsége a hajszint is befolyásolhatja ugyanis a pajzsmiri túl vagy alulműködése miatt a szervezet kevesebb melanin termel. A következő ok a B12 vitamin hiánya. A fiatal jelentkező őszhaj szintén utalhat B12 vitamin hiányra. Ez a vitamin fontos szerepet játszik a szervezetedben. Energiát ad, emellett pedig hozzájárul az egészséges hajnövekedéshez és hajszínhez. A B12 vitamin hiánya a perniciózus vérszegénységnek nevezett állapothoz kapcsolódik, amikor a szervezeted nem tud elegendő mennyiséget felszívni ebből a vitaminból. A szervezetednek szüksége van a B12 vitaminra az egészséges vörösvértestekhez, amelyek oxigént szállítanak a tested sejtjeihez, beleértve a hajsejteket is a hiány gyengítheti a hajsejteket és befolyásolhatja a melanin termelését. Végül, de nem utolsó sorban, az őszülést okozhatja a dohányzás. A korai őszülés és a dohányzás között is van összefüggés. Egy tanulmány során, amelyet 107 alanyon végeztek, arra a következtetésre jutottak, hogy van összefüggés a 30 éves kor előtti őszhajszálak megjelenése és a cigarettázás között köztudott, hogy a cigarettázás növeli a tüdőrák és a szívbetegségek kockázatát. A hosszú távú hatások azonban túlmutatnak a szív és a tüdő területén, és a hajra is kihatnak. A dohányzás szűkíti az ereket, ami csökkenteti a hajhagymák vérellátását és hajhullást okozhat. Ezen kívül a cigarettában lévő toxinok károsíthatják a test egyes részeit, beleértve a hajhagymákat is, ami a korai fehér okozhatja. Megelőzhető az őszülés. Az hajszálak visszafordíthatósága vagy megelőzhetősége annak okától függ. Ha az ok genetikai eredetű, akkor nem lehet semmit tenni a színváltozás megelőzése vagy végleges visszafordítása érdekében. Ha egészségügyi problémára gyanakszol, feltétlen fordulj orvoshoz, hogy kiderüljön, nem egy alapbetegség felelőse az őszhajért. Ha megfelelően lesz kezelve a mögöttes egészségügyi probléma, akkor a pigmentáció visszatérhet, de erre nincs garancia. Egy tanulmány szerint, ha pajzsmirigy probléma okozza az ősz hajszálakat, a hormonterápiás kezelés után újra pigmentáció léphet fel. A B12 injekciók vagy tabletták szedése a hiány orvoslására szintén javíthatja a hajhagymák egészségét, és visszaadhatja azok természetes színét. Ha az őszhajszálak dohányzás vagy stressz következtében alakulnak ki, nincs arra bizonyíték, hogy a dohányzás abbahagyása vagy a stresszes környezet és a körülmények csökkentése megoldaná ezt, és visszafordítaná az őszülést, azaz visszatérne a pigmentáció. Ha tetszett a videó, és szeretnél értesülni a csatorna új tartalmairól, akkor iratkozz fel.